Esküt tesznek a megyei közgyűlés csütörtökön kinevezett biztosai a megyei önkormányzat dísztermében. A baranyai közgyűlés döntött arról, hogy Pécs, Mohács és Komló fejlesztési biztosának, Kővári Jánost, a Hegyhet és a Sejély járás fejlesztési biztosának, Junácski Andrást nevezik ki. Nekem az lesz inkább a feladatom, hogy Pécs, Mohács és Komló fejlesztéseit koordinálom. Nyilván a polgármesterek és a testületek javaslatait fogjuk majd a jövőben pályázatosítani, ezeknek megfeleltetni, és mindenképpen a fenntarthatóság gondolat világának, hiszen ma már nem lehet se gazdaságfejlesztésről, se társadalomfejlesztésről úgy gondolkodni, hogy mindezt ne az ökológiai rendszerekhez igazítsuk, és hogy ezek tartósan működőképesek legyenek. Ez lesz a feladatom, állok elébe, az elmúlt 10 évben is ezt csináltam Pécset. Az Európai Unióban is a leghátrányosabb területeknek számító baranyai területek fejlesztéséért fog dolgozni a másik, most kinevezett biztos. Junácski András azt mondja, a Hegyhát és a Sejély járás mellett más területeken is lesz munkája. A szigetvári, a szentlőrinci és a siklós járásnak is egy jelentős része. Ezek a területi egységek sincsenek könnyű helyzetben. A megyei önkormányzat, a polgármesterek és Nagy-Sportszegyvési Képviselő Szövetségében most az lesz a feladatunk, hogy a 2021-2027-es fejlesztési ciklus terület és településfejlesztési operatív program plusz elnevezési programjából ezekre a területekre a lehető legtöbb forrást tudjuk elhozni. Én ennek a feladatnak a koordinálására kaptam a megbízást. A cél, hogy a megyén belüli különbségek az egyes térségek között ne nőjenek, hanem csak kenjenek, illetve lehetőség szerint mi hamarabb ki is egyenlítődjenek. Ezen dolgozik a biztos, hivatalosan augusztustól.